Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, az évközi 23. vasárnapon vagyunk. Ezt a szentmisét erről a vasárnapról imádkozom. Egy család élő és megholt tagjaiért, nagyszülőkért és jótevőkért ajánlom föl. Különös értéke és különös ajándék ennek a mai szentmisének, hogy egy ifjú hölgy Villő első áldozó lesz ezen a misén. Imádkozzunk érte a családjáért, azért a közösségért, amely eljuttatta őt az első áldozásig. Kedves testvérek, sokszor jut talán nem csak nekem eszembe, másoknak is, pápuáknak és nem pápuáknak, hogy akkor, tehát amikor a pap keresztel, amikor a diakónus keresztel, vagy az, aki ebben meg van bízva, akkor ő a szülőknek a hitére keresztel. Mindig, tehát számomra mindig ez egy nehéz dolog, így megvívni szülőkkel, meg nagyszülőkkel, mert nagyon kedvesen és nagyon szent buzgalommal hozzák esetleg az unokákat, hogy hát, hogy akkor legyen megkeresztelve, és valóban a szentségnek az erejét soha nem szabad leértékelni. Testvérek, azt a gyereket, azt nevelni kell. Tehát, hogy egy közösségen belül, a legkisebb és legalapvetőbb közösségen belül, a családon keresztül fog ő ember lenni, és azon keresztül fogja ő a hitét megtanulni és kibontakoztatni. Tehát azt a gyereket nevelni kell. Annak a gyereknek a nevelésére ígéretet kell tenni. Tehát anélkül biztos, hogy van lehetőség és van jó út megkeresztelésre, hát nekem azért ez nehézséget okozna. Tehát imádkozunk az ő családjáért is, kisebb és nagyobb közösségért, amert fölnevelte és elhozta őt ide első áldozni. És talán vele együtt valamennyi első áldozóra gondolhatunk és imádkozhatunk értük, ebben a szentmisében is, és imádkozhatunk azért, akik első áldozás előtt vannak, illetve első áldozásra készülnek, akik most voltak első áldozók esetleg ebben az évben, hogy valóban a hitben erősödjenek meg, és abban, ami igazán értékes, egy olyan világban, ami egy hát, eléggé kaotikus és eléggé össze-vissza világ.
Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a gondolságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Krisztus kegyelme! Krisztus kegyelme! Irgalmaz, Uram, irgalmaz. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egy szülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmaz nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, Te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra és vezess el minket, Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Az Úr ezt a szózatot intézte Ezekiel prófétához. Emberfia, őrnek állítottalak Izrael háza mellé, hogy halld számból szavaimat, és közvetítsd üzeneteimet. Ha azt mondom az istentelennek, istentelen meg kell halnod, és te nem teszel semmit, és istentelent visszatérítsd útjáról,
Az istentelen meghal ugyan, vétke miatt, de vérét tőled kérem számon. Ha ellenben meginted az istentelent, hogy hagyjon fel életmódjával, és térjen meg, de nem tér le útjáról, meghal ugyan gonoszsága miatt, de te megmented életedet. Ez az Isten igéje. Bárhol volt nálunk ma Isten szobára, miben ne így kemény szívünk. Bárhol volt nálunk ma Isten szobára, miben ne így kemény szívünk. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé, magasszoljuk őt zsoltár zengve. Bárhol ott nálunk, hogy se szavára, mivel ne légy kemény szívű. Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte. Újjunk térdre, Urunk, alkotónk előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő népe és kezére bízott nyáj vagyunk. Bárhol hallgatnátok ma Isten szavára, bár csak hallgatnátok ma az ő szavára, ne keményítsétek meg szívetek, mint egykor Meribánál, Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem. Próbára tettek, bár látták számos csodámat. Bár hallgatnátok ma Isten szavára, népem ne légy kemény szívűt. Szentecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvérei, ne tartozatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. Mert aki a másikat szereti, teljesíti a többi parancsot is. Hiszen a parancsok ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj a másik nekívánt, és ami egyéb parancs még van ebben az egybefoglalható össze, szeress fel a barátodat, mint önmagadat. A szeretet nem tesz rosszat fel a barátjának, mert a törvény teljessége a szeretet. Ez az Isten igéje. Alleluia, az Úr legyen veletek! És a teremtetőre! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ha a testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tadunk bizonysága, vagy háromé tanúsítsa a dolgot.
Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megkötök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit föloldotok a földön, föl lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól, mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium igéhé. Hajlott néked, Krisztus! Van közösség ember és ember, Isten és ember között. Van közösség, van egyház, van kommunikáció, van kapcsolat. Ugye akkor, amikor az ember úgy bele roppan ugye az Isten nélküliségbe, egyrészt ugye a dolgok mélyén ott van egy depresszió, a másik részében pedig ott van egy saját maga felé forduló bálványimádás, akkor ugye egyre inkább azt mondja, hogy hát ha van is Isten, akkor Istennel nem lehet kapcsolatba kerülni. Tegnap ért egy ilyen nagyobb bacska élmény, egy új felekezet, legújabb felekezete, vagy talán itt már éppen ez a csattanó, hogy felekezetről sincs szó, tehát hogy valaki rendkívül okosan nyilatkozott itt a Szent Szellemről és egyéb dolgokról, és elmondta, hogy hát, hogy a vallás piszkából ő kijött, és hát ilyen dolgokkal nem lehet foglalkozni, vagy nem kell. Nyilván ebben a vallás mellett az egyháznak a kritikája is ott van. Hát annak idején a Péter atya mondta volt, hogy ha még oly tökéletes, szerzetes közösségbe is lépnék be, de hogyha én belépnék, már rögtön nem lenne tökéletes. Úgy eszembe jutott, hogy ez a aligha nem fiatal ember reggel borotválkozás közben elfelejtett tükörbe nézni. Szóval, hogy testvérek, van kapcsolat Isten és ember között, és ember között is van kapcsolat. És a Szentírás ez erről tanúságot tesz. Most akár meg akarom hallani, akár nem. És hogy van közösség, tehát, hogy van egy ház. Ugye három nagyobb részre bontódik ez a szentírási szakasz ezen a mai vasárnapon. Beszél Jézus arról, és beszélhetünk egymás között arról, hogy ami föl van oldva a földön, föl lesz oldva a mennyben is, ami meg van kötve a földön, föl lesz oldva a mennyben is. Nyilván, akik megállapodnak ebben a oldásban és kötésben Isten szín előtt, nyilván nem a teremtésnek az alapjait kérdőjelezhetik, meg nyilván erről szó sincs, de van egy hatalmuk arra, hogy bizonyos dolgokban döntsenek, és erről a Jézus is tud, Isten is tud. Amikor a búcsukat szokták volt kritizálni, akkor talán szabad ezt mondani, hogy itt szent dolgokról van szó, erről miért ne tudhatna a Jézus, és miért ne tudhatna Isten az, hogy az egyház bizonyos dolgokhoz milyen búcsúengedélyeket köt. Talán ebben most nem menjünk bele, de hogy vannak olyan dolgok, amit meghatározhatunk saját körünkben, és ezt is Isten miért ne fogadná el. Hogyha tudjuk, hogy mihez nyúlhatunk hozzá, akkor ebből nincs probléma. Ott találjuk ugye a ketten-hárman híres néhány szavát is ebben a mai evangéliumi részben. Testvérek, ez a ketten-hárman, ez már itt már a közösségről van szó. Itt már egyházról van szó, itt már a templomról van szó. Tehát, hogyha én nyilván szép is vagyok, meg ügyes is, meg okos is, és szépeket is, meg ügyeseket, meg okosakat gondolok, persze, nyilván. De hogyha van egy másik ember, aki az ő szépségét, ügyességét, okosságát alatt tudja tenni az enyémhez, akkor már én lehet, hogy szebb vagyok, ügyesebb, meg okosabb. Nem olyan könnyű közösségben élni. Na de hát, ugye az egyháznak a léte is erről szól, de hogy az ember az közösségi lény. És ennek a közösségnek az alapja soha nem szabad elfelejteni a Szent Háromság. És ennek a tekintetében szabad egy picit talán ránézni, vagy rátekinteni a testvéri figyelmeztetésnek a kérdésére. Ugye itt soha nem szabad elfelejteni, hogy itt van egy fokozat.
Ugye ebben úgy el szoktunk tévejedni, tehát hogy leosztjuk az észt a másiknak, hogy az Isten azt üzeni neked, hogy, és akkor én elmondom, hogy az Isten mit üzen neki. Hát most ugye vagy azt üzeni neki, vagy nem, de ugye ez egy nehéz ügy. Szóval, hogy nyilván látható dolgokat is kell is látnom. Lehet, hogy nem azonnal kell szólnom, de amikor szólok, akkor azt először ugye négy szem közt teszem meg vele. Nagyon nehéz bátornak lenni és oda menni hozzá, hogy én ezt látom, és akkor ez most miért is van. Nagy bátorságot igényel. Könnyebb néha leordítani mások előtt másokat, meg ilyen flegma az enyhe kifejezés, szóval ilyen letorkoló hangnemben kioktatni másokat, mint hogy venni egy lelki erőt, és négy szem közt okosan, indulatok nélkül elmondani dolgokat. Azután jön, hogy két-három ember társaságában szólni másoknak. Ugye ez a tanúknak a kérdése, ez ugye kicsit ilyen bírósági eljárássá teszi a dolgot. Nyilván ennek is megvan a szépsége és az értéke, akkor, hogyha helyén van a dolog. Tehát utána jönnek a tanúk, utána jön a közösség. Tehát itt megint van a közösség, ebben a figyelmeztetésben, és ha nem, akkor vedd úgy, mintha pogány vagy vámos lenne. Szóval, hogy megvannak a fokozatok. Testvérek, mi egy közösségnek a részesei vagyunk, és ennek az alapja a Szent Háromság személyei közötti közösség. Meghallgat minket az Isten, és figyel ránk az Isten. És ezt talán éppen akkor nem szabad elfelejteni, amikor annyira elhagyatottnak érzem magam. Akkor mondhatom azt, hogy én ezt akkor is hiszem. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt, az Istentől, világossága világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Isten a szeretet azt akarja, hogy mi szeretetben éljünk, kérjük tőle ezt az ajándékot. Adorunk, hogy egyházad pásztorai szeretetből szolgálják a rájuk bízottakat. Társtával, Urunk, a népektől a gyűlölködés és az irítség szellemét, hogy békében és egymás segítségét éljenek. Segítsd, Urunk, a szülőket, hogy türelemmel intsék gyermekeiket, a gyermekek pedig készséggel fogadják az intőszót. Távolítsd el, Urunk, egyházi közösségeink életéből minden viszályt és pártoskodást. Add, Urunk, hogy segítségre szoruló embertársaink,
ami szeretetünk által találják meg a te jóságodat. Urunk, adj egyházadnak és rendünknek szent szerzetesi papi hivatásokat. Istenünk, add kegyelmedet, hogy egymást testvéri szeretettel segítve eljussunk hozzád, közös atyánkhoz, Krisztus a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Istenünk, őszinte odadás és békesség szerzője ad, hogy ezzel az áldozati adománnyal méltóképpen tiszteljük fölségedet, s a szent áldozatban való részesedés forrassza egyé szívünket, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, és a lelkeddel. Emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten. Mert úgy szeretted a világot, irgalmas Istenünk, hogy olyan megváltót küldtél nékünk, ki akaratod szerint hozzánk hasonlóan élt a földön, de minden bűn nélkül. Az ő engedelmessége miatt kaptuk vissza tőled, mit elvesztettünk az engedetlenség bűne által, hogy azt szerethesd bennünk, amit fiadban kedveltél. És ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt, Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség, Uram és Szentem, dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Odaadva a hatságot,
Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyh az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálban kételjük, Urunk, és hitte vagyunk feltámadásra, amivel nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámad, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, első remete Szent Pállal, rendünk pátriárkájával, boldog Özsébatyánkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáldat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, Gábor, Balázs és Kornél segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk.
jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet, elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd, mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így merünk imádkozni. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, add kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert így az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten bárányba, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok,
akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Amint kívánkozik a szarvas a forrás vizére, úgy kívánkozik a lelkem utánad, Istenem. Isten szomjazza a lelkem az élő Istent. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Hihikem szólnál, engem ühessen,
Könyörögjünk! Istenünk, te ígéddel élteted és szentségednek mennyei kenyerével táplálott híveidet, add, hogy szeretett fiadnak ezek az ajándékai erősítsenek minket, és így életének mindig részeseivé legyünk, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek. Bibliodráma csoport indul itt a Szikla templomban, október 2-án 18 órakor. Ez egy 3 órát igénybe vevő csoport találkozó, ahol bibliai történeteket játszunk el, és egy-egy bibliai szereplő köntösébe bújva mélyebben átélhetjük az ő történetét, és mélyebb önismeretre juthatunk. Semmi különösebb bibliai ismerete sem, színészi képessége nincs szükség, csak nyitott szívre. Nézők nincsenek, jelentkezés szeptember 25-ig Csóka János atyánál, vagy dr. Halácsi Katalin bibliodráma vezetőnél. Részletek a Fali Újságon olvashatók. Nagy szeretettel ajánlom önöknek ezt a lehetőséget, ez egy nagyon sok szempontból jó alkalom önismeret kialakítására, és a helyes önismeret mögött mindig azért az Isten ismerete van, és a vele való kapcsolat van ott az életünkben. Előkészületül Szűz Mária magyarok nagyasszonya ünnepére és a Sziklatemplom búcsújára 5 ima alkalomra hívunk benneteket vasárnaponként este 4:48-tól 3:48-ig. Motto: Mária szívébe véste szavaikat és elgondolkodott rajtuk. Az üzanya fontos vonása volt, hogy szívébe fogadta Isten szavát és törekedett mind mélyebben megérteni őt. Ezen félórás imádságok alkalmával Isten igéjéből olvasunk fel rövid szakaszokat, és csendben, az Úr jelenlétében szívünkbe forgathatjuk azokat, mint Mária. Most nem nekünk kell beszélni, hanem átadjuk a szót az Úrnak, vele akarunk lenni, rá akarunk figyelni az igében és a csendben, hogy meghalljuk és megértsük az ő személyes mondani valóját. Az első alkalom szeptember 10-én lesz 19:15-kor. Szeretettel várunk benneteket idén is a Pálos 70-re, október 6-a és 8-a között az zarándoklatra, vagy 7-én a teljesítmény túrára, vagy valamelyik kijelölt résztávra. Részletek és jelentkezés a pálos70.hu weboldalon található. Imádkozunk egymásért, imádkozunk a első áldozónkért, és imádkozunk azért a közösségért, amely megtart minket, az egyházért is. Mindig olyan szép és olyan megható, talán valamennyiünk számára elgondolkodtató, amikor arról beszélnek emberek, egyháziak és mindenki egyházi, tehát klerikusok és nem klerikusok, hogy édes anya szent egyház. Tehát, hogy nekünk az egyházunk az Anya Szent Egyház. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Imádkozunk a Pános Szent szándékára, édes magyar hazánkért, szerzetes hivatásokért, a világ békéért, a járvány elmúltáért. Oltalmad alá futunk, Istennek, Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, esztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.